Köszönöm szépen ezt a megelőlegezett bizalmat. Jó estét kívánok! Jó estét! A mai vendégem, noha korát tekintve még igazából nem lehet öregnek nevezni, de mégiscsak azt kell mondani, hogy a szakma nagy öregje. Babos Gyula! Innen jöttél? Honnan jöttem? Bárhonnan jössz, jó. Hát ugye nem titok, hogy mi most már azért egy pár évtizede ismerjük egymást, végső soron. És a megismerkedésünk, de nem biztos, hogy emlékszel, de most rafinált leszek, mert olyan dolgokat fogok neked mondani, amiket direkt nem mondtam a kocsiba idefelé jövök. Igen, félig aludt és ő vezetett, úgyhogy én nagyon örülök, hogy most itt vagyunk. Visszafelé én fogok vezetni, ezt már most megbeszéltük, mert ő ilyen bealvós. Szóval, amikor mi megismerkedtünk igazából, úgy először, mert én akkor téged hallottalak színpadon, meg tudod, messziről rajongtam, de volt az Izabella utcában egy lakás, ha emlékszel, amit csak úgy emlegettek, hogy az elvált jazzmuzsikusok kégvie. Én emlékszem. És én akkor kerültem Pestre, és nekem volt egy mentorom, aki megígérte nekem, mikor itt járt Miskolcon, hogy ha Pestre jössz, keresd meg, vagy csinálunk veled valamit. Ez a Jávori Vili volt. Hát én ezt komolyan vettem, és Pestre jöttem egy rettenetes színű balonkabátba, egy ilyen koporsóval a kezembe, és becsöngettem hozzátok reggel, nem tudom, 10 órakor az Izabella utcába, ahol is, hát ilyen, komolyan mondom, ilyen szörnyek jöttek ki. Reggel 10-kor ezek úgy néztek ki abban az időben. A német Jancsi nyitott ajtót, akitől én mindjárt úgy megijedtem, mert így felállt a haja, és valami baszbarító hangon azt mondta, hogy hát te ki vagy. Akkor elmakogtam, hogy a Vilit keresem, hogy Vili, az haldoklik még. Mit keresel itt ilyenkor? Ülj le, kávét. Nem tudom, és akkor jöttél te ki valami rettenetes hálófelszerelésbe. De te erre nem emlékszel fogod. Én azon megyek, én is tudom, hogy nem emlékszem. Úgyhogy én ott nekem a jazzből rögtön kaptam egy ilyet, hogy először is alapvető, hogy délelőtt senkit. Soha. És ez volt a mi megismerkedésünk. És akkor utána, legközelebb talán akkor találkoztunk, amikor engem már felvettek a konziba, és akkor te, mint tanár, már hivatalosan megismertél. És aztán talán a második évben már vittél is muzsikálni. Igen. Valahogy így volt. Emlékszel te? Ahol emlékszem, hogy ez a lakástörténet, ugye tisztelt hallgatók, hogy értsenek valamit, egy rövid lejáratú házassági kísérletnek volt az eredménye, amikor is mire a lakás elkészült, a házasságban nem volt érvényes. És egy háromszoba összkomfortos, gyönyörűen felújított Izabella utcai lakás állt a rendelkezésre, amire egy darab, tehát az idősebbek emlékeznek, egy darab pillangóheverő volt benne, és egy ülőgarnitúra, és a pillangóheverőt elfoglalta a Jávori meg a német, és nem engedték be a saját lakásomba, mert ők előbb voltak ott, mint én. És én azért voltam ennyire elnyűjt, mert engem kidobtak, és nekem ott az ülőgarnitúrán kellett aludni. És mikor a Csepregi Gyuszi jött, akkor ugye, mint fiatal ember, én mire kikáverettem hátulról, addig a Németh Jancsi már régen elvette az élettől a kezét. Csak megijedtem, hogy ez így néz ki, te jó Isten. Igen, és aztán persze a játék, hát ő nagyon hamar a jazziskolában vannak, megy ez évenként zenekari gyakorlati bemutatók, amikor azokat a darabokat, amelyekkel a zenekari gyakorlatokon foglalkoznak a tanári felügyelet mellett a fiatalok, azoknak egy bemutató, értékelhető ilyen kis vizsgája van. És én ott először hallottam őt játszani, és akkor már rögtön lehetett látni, hogy egy nem mindennapi tehetséggel van az embernek
dolga ott az iskolában, és aztán meg is lett rögtön a zenekar, ahova aztán már együtt játszott. Igen. Úgyhogy az ismerettség innen van, és ezóta. Arra emlékszem, hogy amikor a Csernobil volt, akkor is együtt voltunk. Emlékszel? Szombathelyen. Igen. És olyan nagyon furcsa eső esett, és nem mertünk kiszállni az autóból. Igen. Emlékszel? Igen, én ezekre a dolgokra emlékszem. És Balázs Elemér kisgyerek volt. Így van, beszélgettük, mert elkésett az indulásról. És fegyegettük, hogy megmondjuk az anyjának, ha nem tudja meg a számokat. Igen, de hát adott is egy mutatás. Hát ez komoly muzsikussal nőtte ki magát. Igen. Szoktam vetíteni, hát szoktam. Múltkor vetítettem. Most nem vetítek. Ennek egyszerűen az az oka, hogy nincs mit vetíteni. Történt egy malőr, amiről muszáj beszélni, ha kellemetlen a téma, hanem, de hát tulajdonképpen ez megtörténhet bármelyikünkkel. Neked egész egyszer leégett a házad, legalábbis a teteje mindenképpen. Így. Hát röviden összefoglalva így van. De nem, csak lenne mit vetíteni, csak nem találtam. Nincs meg. Csak nem találtam meg egyszerűen, nem lehet. Most a Rumliba nem tudtuk, hogy hol. Nem lehetnék bemenni az elhozott dolgokra. Csak annyit, hogy egy tetőfelújítási munka folyamán a tetőfedő srácok elnézték a dolgot, és ez aztán egy 4,5 órás tűzoltó munkába került, és a ház, amely a kedvesem feleségemnek a családi örökménye, az lángra kapott, és a falrészek, amik a tetőn a manzárd, az kiégett, és az összes tömeg elázott. Soha nem tudtam, hogy a tűzoltókár sokkal nagyobb, mint a tűzkár. Ezt is tudom. Tehát gyakorlatilag semmink nem égett el, hölgyeim és uraim, mindenünk elázott. Ez azt jelenti, hogy a papír, a könyveim teljesen tökre mentek, a CD-im, mindenek, aminek felülete van, az elázott. 2 órával az égés után próbáltuk a földszinti szobákból kiterelni a vizet, és úgy voltunk vele, mint a nyári záporban, hogy minap is a födél megborult, csurgott a víz. És ez egy olyan, én nem tudom, aki érte az építkezés, olyan állagot idéz elő a magában a tégla szerkezetben, a nyomokatóház egy darabig, és majd ha kiszárad, akkor utána lehet a javítással foglalkozni, és jelen pillanatban itt tartunk, nagyon boldogok vagyunk, egyáltalán nem rokkantunk meg, mert nagyon közelről lehetett látni, hogy bármelyikünknek, akár a gyerekeinknek, akár a házban, akkor másik családtagjának nagyon könnyen lehetett volna baj, hála Istennek, senkinek a hajátszál nem görbült, azokat az oltó fiúk, akik ott tényleg az életüket kockáratéve ezzel a pár fillér fizetésre, amit kapnak, ez borzalmas. Nekik se lehet semmi baj, aki megsérült, az is csak egy pillanat, picit sérült, és ez egy nagyon nagy megnyugvás. Az összes többi dolog az pótolható. És ez adott egy olyan erőt nekem és a családnak, hogy nem tragédiaként fogjuk fel a dolgot, és olyan dolgok történtek utána, ami ennyi jó ember a világon nincs, mint a hány, minket felhívtak, és a segítségüket megajánlották, és nekem is a segítségével lehetett. Én nekem többet senki nem merje mondani, hogy az emberek rosszak. Hihetetlenül sok segítő kezet kaptunk. Tényleg nem is tudom igazából anélkül, hogy untatni szeretném önöket. Nagyon, nagyon, nagyon pozitív. Látszólag egy furcsa helyzet, de nagyon pozitív élményekkel lehetett bele kikerülni. Az, hogy az elázott holmi, majd azt meg lehet csináltatni, hogy lehet, de amennyi jót kaptunk, a Klárius meg én is, az egyszerűen hihetetlen, és az nagyon nagy erőt tudott, és továbbra is. Mondjuk most egy hónapos szobában lakunk még,
és én azért alszom az autóban minden lehetőség szerint, ha vezetek, hanem, mert a barátomnak a lánya van egy fantasztikus szakszofonos, tehát tele megy a példaképpen az ablakosnak a Lakatos ablakos Dezső. Már nincs közöttünk 14 néhány éve. Az ő kislánya most várandós, és ő kért meg, hogy legyünk velük ott, és ebben a szobában, ahol lakunk, ott olyan a nyitható ágy, hogy ha a vállammal vagyok a helyén, akkor a lábam lóg le és fordítva, és ezért nagyon nehéz kell aludni magam, úgyhogy mindent az autóban teszem, így lesz kerek a történet. Komolyra fordítva szólt, nem sokára elmegyünk egy olyan bérlakásba, vagy amit szintén egy barátunktól kaptunk kölcsön, lakni, és megvárjuk, amíg rendbe rakják a házat, vagy nem rakják rendbe. Hát valami lesz már. Valami lesz. Tehát hallom, a gitárt egy tűzoltó hozta ki. Igen, rádióirányítással. Tényleg? Igen. Mind a négy hang, soha nincsenek otthon a hangszereim, mindig a próbáján vannak, vagy mind a négy otthon volt. És mentem haza, és akkor mondtam, ott kérdezték, hogy mi van, és mondta, hogy bent van. Akkor az a törvény, mint kiderült, hogy az a szabály, hogy nem szabad bemenni, amikor tűzoltás elkezdődik, hogy privát ember már nem mehet be, csak tűzoltó mehet be. És akkor a tűzoltó ment, és rádión irányítottak, kérdeztem, merre menjem, mondom, menjen be az szobába balra. Szobába balra vagyok, mit látsz? Ez a... És akkor így rádió irányítása megkereste hangszereket, és kihozta, úgyhogy semmiben nem lett a hangszereimnek, úgyhogy ilyen szempontból is teljesen jó. Muzsikáljunk egyet. Tessék, ennek. Egy tüzeset. Egy valami. Valami tüzeset. Játsszuk a... Tessék. Thank you.
Köszönjük szépen, hát tulajdonképpen túl vagyunk a konkrét műsorunkon, mert úgyis azt a merész vállalkozást próbáltuk most megbeszélni, hogy tulajdonképpen olyan régen játszunk együtt, hogy miért nem játszunk hangulatokat, vagy úgy csak úgy valamit, ad hoc. Úgyhogy az összes többi muzsikálásunk az ilyen ad hoc hangulatok lesznek. Ha partnerek benne, akár lehet benne sóhajtozni, csettegni, tapsolni 2-4-re, vagy akár 1-3-ra is, meg meglátjuk, attól függ, mit játszunk, ha csárdást játszunk 1-3-ra. De szóval vegyenek részt nyugodtan, ha úgy gondolják, hogy velünk tudnak zenélni. És szívesen veszünk esetlenként feldobott talamtöredéket, amire elmesélünk, hogy mit gondolunk róla. Akár, így van, így van. Na de hát ezt majd most, ha mindjárt, ha legközelebb játszunk, akkor ezt előtte bedobjuk. Ha nem van. Próbálni kell, valamikor el kell kezdeni. Így van, így van. Közösséggel. Így van. Neked a feleséged a Katona Klári. Ez nyilván köztudott azért, de aki még eddig nem tudta volna, most lesújtóan, meghökkentően éri ez a hír. Hogy kerültetek ti össze a Klárival? Nagyon, nagyon belemegyek az intim részletekbe? Vagy ez? Ez nem, még nem, ez a legyen nem is. Az egyre. Játszottam. Én a hosszút. Az jó. Az 77 környékén én nagyon előrebb vagyok. Na. 1969-ben elkezdődött a magyar avantgárd, a jazz avantgárd. Én hazaérkeztem 70 közepén külföldről, amikor is életemben először kiderült, hogy a zene az nem csak pénzkeresés lehet, hanem valami egészen más is. És még ebből a pénzkereső attitűdből megérkezve 21 évesen hátközépégerő hajjal, ugyanolyan színű nadrággal és ruhával, mint amilyen az autómnak a belseje, és brilliáns kisúgyülő, és tehát az összes 1970-et érintő divatot elhoztam, ami létezett környezetembe, ami ugye az én szülő feltájomban, Népszínház utcában, 8. kertben Pest, ez nem ugyanem volt igazán oda valós, de nagyon erősen. Ja, és egy vettem egy Ford Mustang nevű autót, és akkor az hazajöttem, és igen, pakoltam magam. 70-ben, és nagyon, nagyon puf. És megérkeztem, és akkor a barátaim, Rádói Misi, Orszácki, Csaki, és a Sirius, és az akkori avantgárd elkezdett játszani, és én elmentem közéjük, és úgy néztek rám, mint valami borzalom, mert ugye akkor a 100 forint, nem tudom, emlékeztek erre, volt olyan, emlékeznek erre, ott az a 100 forintos teniszcipő, hozzá való farmernadrág, meg a fehér ing, és akkor ebben jártunk, jártak ők, és én megérkeztem karbra falba, és rögtön letorgeroltak mindennek, hogy hogy nézzen ki, és levet köztettek azonnal, és eldobálták a ruháimat, úgyhogy 3 nap múlva én is már a szintén egy tepet ronyba mellettük éltem az avantgárd budapesti zenészeknek az életét, és akkor bekerültem a Kex nevű zenekarba, és ott aztán ennek az egésznek a tetejével találkoztam. Aki nem tudja, hogy vagy nem hallott róla, még az egy ilyen performance-eket, ilyen jeleneteket játszó, elég erős eszmei háttérrel bíró, és azt igazán sugárzó, szabadságvágyó zenekar volt, és sokan azt mondják, hogy ott voltak a mai kultúrában, én nem sokra emlékszem, de sokan mondják, és, de ez nem baj, hát hogy mondják. Persze. És ebben a zenekarban szintén, hát láttuk, hogy mi az, amikor jönnek a rendőrök, vagy mit tudom én, szólnak, hogy így nem lehet játszani, vagy ezt nem lehet játszani, stb. És aztán ebből a zenekarból én teljesen kimaradtam a magyarországi
jazzistáknak az akkori vonulatából, akik még játszották az akkori zenét, és akkor Szöcsi Jábori hazajöttek New Yorkból, és megcsinálták a rákfogó zenekart, és akkor azzal játszottuk, stb. Ezeket az egészen formában. Hát tessék elképzelni, hogy az egész ország a Sárika egy kicsikét Butácska című számra tapodott, és mi meg azt énekeltük, hogy nincsen apám, sem anyám, sem Istenem, sem hazám. Nagy, meglehetősen nagy kifejezésbeli különbségek voltak az akkori, vagy azóta nagyjá avonzsált kultúrékekről, vagy benn, és akkor ebben a csoportban én nagyon komolyan és nagyon jól éreztem magam, és aztán így egészen ennek azért megérlád, hogy Misi elment Amerikába, a keksz fölbomlott, élet eljárt dolog volt, és nagyon szép dolgokat hoztunk létre, akár a Boglári kápolnának az ünnepe, ami egy csodálatos történet volt, vagy a Budakeszin a templom. Nincs tete. Igen. Nagyon szép koncertek voltak, nagyon szép megmutatások, és ez belém is ívódott, hogy én így maradok, én nekem ez nagyon tetszik. És közben pedig jártuk a Közhegyemri zenekarával, jártuk az Európát, a szokásos, azóta már csontig lerágott történtek, hogy utolsó percig nem kaptunk útlevelet, utána... Épp ezt akartam kérdezni, hogy ez se volt azért olyan egyszerű. Nem. Vegyük már ezt a kicsit lejjebb, szerintem akkor is lehet ezt hallani, csak zavar, hogy nem vagyunk egyforma arányban. Igen. Na jó, csak köszönöm. És ebben az időben ugye nekem nagyon aktív élet, játszunk mindenhol, és én nagyon szerettem azt, és a mai napig is fontosnak gondolom, hogy a muzsikusok egymás között jól legyenek, játszanak együtt, szeressék, tiszteljék egymás munkáját és egymás... De tényleg ez az útlevél dolog, ez annak idején, ez hogy nézett ki, hogy... Úgy nézett, hogy volt egy útlevelünk, amit mindig le kellett adni, mikor hazajöttünk, és akkor kaptunk bele egy ablakot. A szolgálati útlevél. A szolgálati kimenetelés, és akkor az interkoncert átküldt az illető követségre, ahova menni kellett játszani, és akkor a követségtől visszakaptuk, és akkor remektünk, hogy időben megkapjuk, hogy ki lehet jutni, vagy nem lehet kijutni. Általán az esetek 99%-ában kijutottunk, pár százalékában nem jutottunk ki, ez tény, hogy lekésették a vízumokat, de én nem igazi rossz indulatot tételezek föl erről a dologról, mert egyszerűen nem akartam. A bürokrácia nem érdekelte, hogy most valaki játszon éppen a Zürichi Jazz Fesztiválon, vagy nem érdekelte. Nem volt fontos az senkinek. Csak nem volt fontos. Ugyanakkor a felsőbb kulturális kormányzat megtolta ezt az egészet, hogy nekünk is van olyan. Igen. Tehát, hogy mit tudom, hogy az amerikai jazzzenészek vannak, akkor a magyar jazzzenészek is legyenek, és akkor ők is játszanak a fesztiválon. Jó, hogy a Pegeali voltak célszemélyek. A Pegeali vezetésével ezt minőségileg aztán már meg tudtuk csinálni, hogy meg tudtuk csinálni a zenés csoport, de valójában ez nem volt fontos sem anyagi, sem kulturális szempontból, csak ilyen van nekünk ilyenünk címben. Ez volt az útlevél történet. Uh-huh, igen. És akkor, amikor én a Közhegyivel játszottam, és nagyon komoly európai sikereket értünk el, nagyon sok fesztiválon játszottunk, meg fesztiválokat nem nyertük meg, mert a fesztiválokat nem lehet megnyerni, aki ezt hallja, annak most üzenem, hogy aki azt tetszik hallani a rádióban és a televízióban, hogy megnyertük ezt, valami nem igaz, mert a fesztiválok azok meghívásos alapon professzionista muzsikusoknak díjazásért lehetőséget biztosítanak a fellépésre. A zenei verseny az amatőröknek van, és ott lehet díjakat kapni. Azt szoktuk mondani, hogy az nyeri a fesztivált, akinek kifizetik a gázsiját. Az megnyerte a fesztivált. Igen. Mert nagyon sokunknak, amióta a média, hogy mondjam, mindent leír, azóta gyűlnek. Több fesztivál nyertesünk van. Nem szoktunk nyerésre menni, na hát szóval. Olyan van, hogy egy fesztivál
díj az egy szólistát, vagy egy zenekart valamilyen úton, módon jutalmaz, kiröntjük. De csak az sem nyeremény, hanem ez egy ilyen gesztus. Igen. És akkor ezeken a fesztiválokon valójában játszottunk, és az egyik után sikerült összetűzésbe kerülnem a törvénnyel. No. Nem ellenálló voltam, no. Semmi különös, ilyen nem volt. Vettem a tervhivatal rendelt a zenekartól 2 darab Texas Instrument számológépet. Hát hivatalosan nem lehetett behozni, de mi ugye kimentünk a Hannoveri Jazz Fesztiválra, kaptunk annyi pénzt, hogy és abból megvettük a számológépet, ez volt szombaton, és akkor hétfőn elvittük az előáltaluk megjelent bizományba, és ott odaadtuk, és akkor ők már délután vitték el dolgozni, mert az egy nagyon fontos, de nélkülözhetetlen dolgot. Minket meg letartóztattak rögtön, mert a valamelyik elnézte, hogy így vám, úgy vám. Tehát szuma szumárom az akkori Népszabadság Babos Gyula és bűntársai akkor mert ugye a mostani vízilabdasztár a Kásásnak a papája volt velem, meg úgy tudom, hogy minden ilyen ezeknek a nagyvállalatoknak a megrendezésére ugye teljesítettük a feladatot. Később ugyanezt Commodore-okkal hoztuk be. Commodore. De akkor már szabad volt. Akkor se volt igazán szabad, illetve szabad volt behozni, de vámoltatni nem mindig vámoltattuk, mert már nem érte meg. Értem. Igen. És ebben a szituációban én egy útlevél elvételes szituációba kerültem bele, és a várba próbáltunk Hess Andrást tenni, és mellettünk a Lokomotív GT próbált, és játszottak egy nagyon jó harmóniasort. Nem hazudok. Ez előtte volt? Nem tudom, hogy mi volt. Előtt azt hiszem az volt, hogy a Pici szólt, hogy a Presszegabi szólt, hogy az Zoránnak csináljunk lemezt. És ő fog írni meg az Zorán számokat, és akkor az a Lokomotív szétrobbanása után volt, és akkor ugye megyek-e vele játszani a Zorán lemez, és akkor mondtam, hogy melyik vele, persze mindenhova meg kell játszani, és akkor fölvettük a Zorán első lemezét, ahol az Apám Hitte című örökérvényt játszom vele, meg a egészen egyszerű dal. Szóval nagyon sok az egész lemezt vele vettem fel, meg akkor a Demjén Rózsinak a akkor volt a Fújamadal című, amin van egy szám, amit szintén én játszom vele, az az Elindul a vonat. Igen. Száma, és azt is én játszom vele. Mai napig nyomja. Mai napig. Abban az időben volt. Ez csak azért volt, azért mesélem, hogy elmesélem, hogy milyen nagy sztár vagyok, de egyébként csak azért mesélem, mert hogy nagyon intenzíven benne voltam a popzenében. És ezért az akkori lemezgyári mindenható az Erdős Péter, aki azt mondta, hogy Pavos Elvtakaros. Nagyon szépen játszott maga. Köszönöm. Akkor nem kellett, ez azt jelenti, hogy mentem a Neotonba játszani. Igen. Mert a Neoton volt az ő favoritja. Igen. Akkor, és akkor, hát nem tudom, hogy ez hogy lehetett, azt mondják, hogy a szocializmusban ilyen nagyon szigorúság volt. Egyáltalán nem derült ki, hogy egy igazgató a saját vállalatának a pénzét belerakja a saját családi együttesébe. Nem. Mindentől függetlenül a Neoton nagyon népszerű volt, nagyon aranyosak volt, nagyon szépen, de nagyon sok stúdióidőt használtak el, és ezért általában mi játszottuk, fölhelyettük a lemezeket eleinte, mert a Jakab Gyuri, aki a Neotonban zongorázott, az nekünk alomberi barátunk volt. És egyébként egy kiváló muzsikus. Ő egy fantasztikus zenészes életes volt. És mindig szólt, hogy te nem álljászt föl ezt és ezt és ezt a lemezre. És én akkoriban nagyon sok lemezen játszottam, és mindig mentem, és játszottam föl, és följátszottam a lemezeket, és akkor egyszer mentünk a zenekarra vidékre, és ott vártak a zenekarra a Rottenbiller utcai stúdió előtt a buszba, és én az Istenek se tudtam kiszabadulni a stúdióból, mert valaki mindig elhozott a Neotonból a számot, és egyszer csak a közszegű fölött, és azt mondta, hogy mit csinálsz ennyi ideig, hát így menni kell, hát mindjárt koncerton, hát játszani kell, miért vagy? Nem tudok elni, mert nem tudok elni.
És én akkor Gyuri teszem, hogy Gyuri, mi van? Hát ez nem tudom, itt van a Pippó, Dandó Péter, a bassgitár. Igen, akkor szólj rá neki. Bementük és feljátszottuk a lemezdél egy óra alatt nekik, és aztán rohantunk le valahova vidékre játszani, és persze minket kifizettek, de név nélkül. Igen. Úgyhogy ilyen szinten aztán nagyon jól alakult a dolog, és azt mondta nekem az előttől, hogy valóság, akarok csinálni egy jazzzenekart, akkor legyen egy jazzzenekara. Jó. Nagyon jó lesz ez. És mondjam, kik, hát azt mondja, kik, hát mondom, Szakcsillagotos Béla, Gritzpét, Dandó Péter. Jó. Nagyon jó. És mi lesz a zenekar neve? Nem gondolkodtam még igazgatóra, hogy szóval volt ez a Sirius. Hát akkor legyen Saturnus. Mondta a logikát, a saját logikáját követve. Így lett a zenekar tényleg az első. Saturnus. Saturnus zenekar. Így vettünk fel 1979-ben, 80-ban két lemez. És ennek a lemeznek a... És ebben az időben vette fel a pici, a Katona Klein-nak a, hogy visszatérjek az igen, adat. Mert az volt az eredeti, igen. Aztán, jó is, elmondtam, hogy, igen, de azt vártam a végén, azt mondom, hogy kiről is volt szó, hogy hívják azt a lányt, akivel most együtt... Életemben nem láttam a Katona Klein-t közelről. És úgy vetted el, nem? Nagyon csúnyán gondolkodsz. És a Saturnus zenekarral beszélgettünk, és a Konziba, és mellette megalakult a Désnek a Dimenzió nevű zenekar, a fantasztikus fusion zenét játszottak ők is, és a Dés meg a Katona Klári, ők osztálytársak voltak a gimibe, és... Hoppá, ezt se tudtam. Nem tudtam? Nem tudtam. Osztálytársak voltak. Meg még az a baritonista, Domajdi Lacika, a zenegimnázium. Igen, igen. Ők voltak. És kérdezte a Dést alatt a Klári, hogy jön ki az új lemez, ez a Titkaim című lemez, ami nagyon sok szép dal szerepelt, és belőben mások deklárnak az addigi zenéje, és mondta, Laci, hogy nem tudja megcsinálni, mert nekik másfelé vannak elfoglaltságai, és ott volt a Klári lemez. Én már akkor játszottam egyébként a lemezet, tehát én akkor már túl voltam a... Mert a pici közben másik úton engem hívott játszani, és én azt hiszem a Miért fáj a szív című dalat játszom a Kváriban egy-két számban a lemezet. És mint kiderült, a lemez egy borzasztó nagy siker durranás lett, imádták az emberek, és elindult volna a turnéba, de nem találtak zenekart hozzá, és akkor a gőzöcsi, a trombonista, akkor a gőzöcsi, ő kérdezte meg, hogy volna-e kedvünk nekünk a Saturnusnak kísérni. A Katona Klárit. A Katona Klárit. Tehát ez olyan volt, mint az én. De én ismertem az zenét, én ismertem az anyagot, a lemezt. És akkor megmutattam a fiúknak a lemezt, akik azt mondták, hogy hát ez természetesen nagyon jó a lemez, van olyan énekel, stb. És akkor így kerültünk be egy hosszú turnéba. És a turné a közben... És úgy kerültetek ki belőle, hogy ásó kapa, nem? Nem. Nagyon közeli barátok lettünk, és aztán ez az egész barátság egy sokkal szorosabb, én már 27 éves házassággal. Ez igen. Azt veszem észre, hogy a mai napig is nagyon jó barátok lettek. Mert nem akartunk belőle, mert akkor volt a... Szóval neki meg van, amit csinálni, akár... Nekem meg nem így csinálnom kell, és mert azt gondolom, hogy a mi életünkben egy csomó olyan dolog van, amit szívesen megosztunk arra, aki erre kíváncsi, és ez egyáltalán arra egyébként nagyon jól főz, állatira takarít, nem tudom én. És azt veszem észre, hogy a mai napig is a nagyon közeli, szoros barátság van köztetek, túl a természetes a férj-feleség viszonyon, de van valami ilyen kontakt is állandóan, ahányszor találkozom veletek, ti mindig valamit úgy megosztotok egymással, ami olyan nagyon meleg és a nagyon szeretetteljes és barátságos. Ezt jól látom, hogy a mai napig barát is. Hát miután igaziból nincsen senki a gyereken kívül, csak hát a szüleim nem élnek, a testvérem nincs, a barátaim közül, az én barátaim azok úgy választódnak, hogy akivel jól tudok együtt játszani, az a jó barátságban vagyok, akivel nem tudok játszani, az a nem volt jó barátságban. És ez változik mindig.
mikor hogy vagyunk elfoglalva, tehát nekem ő a legjobb barátom is, meg a társam is, meg a szeretőm is, meg mindenem, úgyhogy hogy tényleg, hogyha esetleg nem bánnád, mint végszó, akkor... Na igen, igen, menj, ugye plapozzon. Hogy egy fantasztikus ember, aki nekem nagyon boldog, hogy az én társam is. Igen, ez lejön abszolút a kapcsolatotokról. És mikor a fiúk zrikolnak, mert 6 évvel ezelőtt volt egy szívinfarktusom, és egy szívműtét volt utána, és mióta van ez a mobil mánia, nekem másfél óránként, 2 óránként csöng a telefon, és kérdezik, hogy hol vagy, hogy vagy, mit tettél, kivel vagy, merre vagy, stb. És az élcesebb kedvű barátaim azok kérdezik, hogy na mi van, motorozunk a szőnyeg alatt, édesapám, papucs bácsi, elengedett a Klári? És én mondtam nekik, hogy lehet, hogy ez látszódhat így. Én nagyon boldog és büszke vagyok, hogy egy ilyen csaj fut utánam, és érdeklődik utánam másfél óránként, mert a frász rajta van, hogy mi van velem. Mert ugye hát ezt a 4 hetet azt eléggé mellettem töltötte, úgyhogy ilyen szempontból is csak azt tudom mondani, hogy egy fantasztikus embernek a társa vagyok, és a társam, aki mellett jó lenni, és én ezt bőven vállalom. Tehát kerülök, az összes szabad vegyértéken. Ez egy olyan muzikáljunk valamit. Köszönjük szépen!
Ilyen nem megbeszélt programunk. Lehet, hogy csinálunk belőle egy lemez. Bármit. Tulajdonképpen, amikor mi abban a bizonyos zenekarban, ami a Csernobil kapcsán felmerült, együtt játszottunk, akkor is valami hasonlóval kísérleteztünk, emlékszel, hogy elég szabad zenélés volt, és mégis voltak kötöttségeink. És nagyon működött. És aztán utána elsodort minket egymástól az élet, mi megcsináltuk ezt a bizonyos magyar jazz kvartettet, te pedig megcsináltad a saját dolgaidat. Közben azon gondolkodtam, hogy vajon ez a vendéglátózás, amiből te hazajöttél, erről olyan keveset tudunk, és hogy mi volt ez, mibe voltál te tulajdonképpen? Popzenét játszottál, vagy ilyen tánczenét, vagy mi volt az? Nagyon erős, degradáló
felhangja van ma magyar szakmában, mert a közelben vendéglátó zene. Uh-huh. Fú, nem így van. Ott, az egy olyan szakma, amit nyugati színvonalon kell csinálni, nem lehet viccelni, nagyon sokat kell dolgozni, 8 órákat napról napra, 220 perc szünettel, ez Németország. Vagy Svédország, Skandinávia, ahol ezt sokkal másképp kezelik. De arról szólt a történet, hogy a 60-as évek közepétől fogva a magyar zenészek sokkal kevesebbbe kerültek, mint az ottaniak. Az ottaniak, mert az ottani szakszervezet adott egy olyan alaplimitet, amiért az ottani zenészeknek kellett, vagy csak lehetett játszani, és egy csomóan nem is mentek el, mert utazni kellett. Tehát ott nem volt, hogy valaki egy városban lakott, akkor nem azt, hogy ott zenészkedett, akkor vagy ott volt, és akkor ott a üzletben volt eladó, és játszott. Egyébként hasonlít lassan most már a magyarországi rendezvényszervezés szórakoztatása ahhoz a struktúrához. És a vendéglátóiparban bizony Németországban napi 8 órát kell dolgozni, és minden nap szabad nap nélkül, és még a számok végén is kellett valamit kotorázni, hogy a másik szám egy pillanatig nem lehetett szünet nélkül lenni, ha nem volt bent vendég, akkor még hangosabban kellett játszani, hogy lejjön. Nagyon szigorú, bocsáss meg, eszembe jutott egy sztori. Annak idején volt a híres dobos, az Orlai Csepi. Igen. És ő volt az első ilyen világjáró magyar, majdnem az elsők között, akik járták. És sok évvel korábban elküldött magáról egy ilyen show fényképet, ami az általános fényképe volt, ami így a dobok fölött így átugrik a dobokon. És aztán nem tudom hány évvel később, 20 évvel később kimentek játszani, ahova meghívták őket egy ilyen üzletbe Németországba, a szigorú főnök, és játszottak, és a főnök olyan egyre felhősebb arccal jött. És ahogy múltak a szettek, ugye az órák, amiket így játszottak, a főnök egyre gondterheltebb volt. És a végén oda ment hozzá az Orla, és mondta, hogy mi a probléma, nem jól játszunk, szóval de... És akkor mi a probléma? Szerintem, mikor lesz a show? Szerintem, milyen show? Hát végedik showt csináltak. Szerintem, nem. És kivitt az üzlet elé, hogy azzal volt hirdetve, hogy átugorja a dobokat. De hát közben már be volt csipődve a dereka, már eltelt, nem tudom. Úgyhogy minden este át kellett ugrani a dobokat, már ilyen, minden ki volt pucolva, így volt a dobfelszerelés állítva, hogy minél kevesebbet kelljen ugrani. De a végén egy ilyen nagy csinadratával minden este annak kellett a végének lenni, hogy átugorja a dobokat. Szóval ezt komolyan vették Németországban nagyon. Bocsáss meg csak a mentalitásról. A Jávarivivel mentünk először Svédországban, nagy dolog volt, 19-esen kaptunk útlevelet, ott dolgoztunk a Népszínház utcából. Igen. Világot látni. Világot láttuk, Stockholmba kezdtünk el játszani, és ugye, mint a jól ismert, azóta jól ismert például a magyar zenekar, már a határon összevesznek, általában a vonaton nem szoktak jobban lenni, de mi nálunk nem összekevezés volt, hanem neki jött a baba. Egy hónap múlva azt mondta, hogy nem bírja tovább, két hónap múlva jön haza. A magyar jelcsi kultusztúri elmentek éjszakra ketten, valahol a Kirunában a sarkörön túl játszottak. Hihetlen a Kirunán, nem is. És kérdeztem, kik jöttek vendégek, mi engedsz, mert teljesen lehetetlen hotelban, de hát dolgoztak ott is. És én pedig bekerültem egy svéd zenekarba, onnan olasz zenekarba, onnan egy magyar zenekarba, és ez még mindig vendéglátó volt, és a magyar zenekart, aki eldöntötte, hogy a kényelmes svéd munkából átkerül Németországba. A Kuliba. A Melóba. Hát és ott a Wiesbadenbe, az egy elegáns hotelbe, parkhotelbe, a Zemelti Tabarinbárba kaptuk meg a munkát, ahol a földszinten akkor a Tillman Brothers nevezető 11 tagú indonéz showzenekar játszott, csillogtak, villogtak, ugráltak, énekeltek, táncoltak. Mi fölmentünk és elkezdtük, hogy... Az énekes ezt elénekelte, letette a mikrofont, és leült a bárpultra, és elkezdett cigarettázni. Játszottuk tovább ezeket az avid jazzeket,
ami ugye svédek kötelező volt. És itt jött a főnök, alul tobzódtak lent a Tillman Brothers, és ránk szintén, na mikor kezdenek el játszani normálisan? Hát kérem, halál normálisan. Szóval, és ez a nő mit csinál ott a bárpulton? Hát ez az énekeste. Hát ez nem azért fizetem, hogy a bárpulton üljön és két számot énekeljen. Tessék fölmenni, énekelni, miért? És eljött ez a munkatábor jellegű zenélés. Tényleg. És ez azt eredményezte, Sipos Bandi volt a bassgitáros, akivel aztán a Studio 11-ben játszottuk. Szétrobbant a zenekar, és még pedig olyan indítékból, hogy úgy kidobtak még kempén. Aztán, hogy kérem, ma szombat van. Ezt tekintsük el, amit magunkban nyújtottak. Hétfő estére a német és az angol londoni top tent a Billboard szerint kell játszani. Ez 20 nóta. Ha azt este 10-re hozzák, nagyon szívesen, ha nem, akkor köszönjük szépen. Hát... Az utóbbi lett. Ennyien szól majd a körítés, azt mondta Bermekörcsét. Mit terrorizál ez engem? Mit akar ez én tőlem? Te hogy tanulom még ezeket a hülye számokat? Tudni, hogy addigra már a vendéglátóipari zenekarok úgy szóltak, mint a lemez. És azokat az újságban egyébként slágerlistaként ismertetett zenei repertoárt kellett minden országnak, igazából minden városnak a... És szigorúan úgy. Szigorúan a követelményei. Szerint ehhez, és utána jött meg az ugrálás, a show, a ilyen show, olyan show, nem? Szóval szumma-szumárom úgy kidobtak, hogy borzalmas. És azt mondta a pasi, hogy akkor kifizeti az első 8 napunkat, ha hajlandók megvárni, míg Olaszországból fölír a helyettesítő zenekar. És hát persze hajlandók voltunk, de a dobos nem volt már hajlandó, Martonos ugye elment valahova. Ő volt a dobos? És onnan a helyi zenészek közül jött egy Pete Lancaster nevezetű csoda. Pali hemondorgonázott, karatesót csinált, énekelt, dobolt állati jól. És ő két napot helyettesített, természetesen kidobtak, megjött az olyan zenekar, frakba, gyönyörű zsabós smokingba, énekeltek, táncoltak, jóképek voltak. Mindenben az ellentét, ami magyar csoportunk, művészcsoportunknak, exportálható művészcsoportunknak. És az még a nágya volt, a nágya beemel volt az énekes, egy bulgár lány volt az énekes, szóval eléggé mai szemmel, elég komikus volt a helyzet, és akkor ez a fiú ez elkezdett játszani, és akkor már ott minden kötél szakott, akkor mondom, hát akkor én játszom ezzel jazzt, mert ez... Úgyis kidobtak már mindegy. Mindegy. Most már jöhet a jazz. És elkezdtünk jazzelni, és sászlag fölvillant a szem, azt mondom, man, wow, és elkezdtünk beszélgetni, és mondtam, hogy én alapjában véve jazzindítatású zenész vagyok, és akkor ő azt mondta, hogy haha, ne menj sehova. És ő csinált akkor egy zenekart, és akkor a vendéglátózásnak a vége nekem az volt, hogy az amerikai katonai klubokban játszottam szórakoztató zenét, de az már akkor az amerikai toptam, egy fekete dobos volt, a Pete Lancaster volt az organista, egy német pasi, meg egy olasz gitárossal felváltó játszott, de az már popzene volt, szalbárok. Akkor már funkot kellett játszani, James Brown-t kellett játszani. És azért az amerikai katonai közönségen egyszer játszottam, az egy nagyon kemény, mert ha nagyon szeretnek, akkor a tenyerükön hordoznak, akkor igen, komoly. Dobálnak ugyanak. Csak egy hónapot kihúztunk ott, akkor utána a főjebb avanzsáltunk, mert úgynevezett floor show-t is játszott egy csoport, és akkor jött egy ilyen nagyon szép fekete pasi, idős fekete pasi, énekelni, és állati mélyen énekelt, és my funny valentine. És örömtek az amerikai, és nem tudtam, hogy a Billy Eckstein-t kísértük, de nem tudtam ki az. Halvány gözös, hogy mit akar, mit dörmög itt. Fiatal 18-19-es fiú kiszabadulva ebből a millióból bele a legmélyebb a dolog. Billy Eckstein. Jézus. Úgyhogy... Én tényleg kísértem a Billy Eckstein. Nem tudtam, hogy ő az, de kísértem. Sokkal büszkébb voltam a Monty Arnára, akit szintén kísértem.
És ez volt a vendéglátó, és akkor jött egy amerikai pilótának el. Ja, és volt a film a Férfi és egy nő, amiben a Trantignon egy ilyen Mustanggal szorongan est, és nagy szerelem, és izé van, és eső, és én beleszédültem a Ford Mustangba, és ott egy amerikai pilótát áthelyeztek Törökországba. Egyik pillanatra a másikra eladta a kocsiját, $936, emlékszem rá. És akkor volt az én gázsim, 636 volt a... És hát a két havi gázsimból meg volt a kocsim, és meg volt a Ford Mustang. Bementem a kereskedőhez, remegtem, kinyitottam, föltettem az útlevelet, a kocsikút, mindent. Beültem az autó, és elmentem Frankfurtba. Úgyhogy utána küldtek mindenemet, elvesztettem. Rögtön. De nagyon, és ez volt a vendéglátónak ez a része volt, és amikor, és a vendéglátóval kapcsolatban el kell, hogy mondjak egy egészen őszinte történet, az én édesapám cigányprímás volt, amíg élt. És ő ugye a magyarországi cigányprímások életét élte, és egy elért szállóban játszott, és én hazajöttem ugye külföldről, a rózsaszín ízét, rózsaszín adránk, haj, üdvözlős, a Ford Mustang. És akkor volt a hongkongi influenza, és ő kapott valami szívizomgyulladást, és én minden éjjel, akárhol is voltam, 3-12-re lementem érte a gelásba, akkor befejeztem, és akkor megvártam, ha beült a kocsiba, és én haza, elvittem a Nemzetibe venni a sportúságot, éjjel akkor is ittem haza. És egyszer hamarabb mentem le. És azt láttam, hogy az apu egy német csoportnak, asztaltársának nagyon jól érezték magukat, játszik, és egy pasi készül egy 100 márkást az apámnak a homlokára tenni, és köp rá egyet, és akarja az apu homlokára tenni. És én azonnal onnan asztalt borítva rohantam, hogy az én drága apámnak a fejére terror, a táborús bűnös, mind, ahogy említve, stb. Kiabáltam. De apám a szemével integet, hát ugye ismerem a rezdüléseit, mindent ismertem, hát nagyon-nagyon összefogva magam, de leültem a következő szigorúra, és így gyűltem, és rohantam, hogy mikor kell verekedni. És apámnak rátették a homlokára a 100 márkát, ő eljátszotta a Katinka, nem tudom mire, ordítoztak, ott mulattak, és vége volt az estének, mindenki boldogan hazament, és én mentem, és mondtam, hogy apu, hogy lehet, hogy ez a rohadt szemetes kaszti, ez így megalázték, és meg, azt mondja nekem, azt mondja, tiszta bolond vagy. Hát azt mondja, hát nekem ez a munkám. Hát az anyát mondom, kacsátlibát főz belőle. És egy pillanatra végigment bennem a vendéglátó, és a az egész, igen. Válaszolok, hogy a vendéglátózásnak az az összes operatív értelme, ami minket érintett, vagy érinthetett volna, hogy az üzletvezető szól, hogy hangos a gitár, hogy a Charlie-ek úgy játszottak, vagy akárki, igen. Norvégiában, hogy az erősítő berendezés feszültség forrásán egy biztosíték volt, és hogyha hangosabban játszottak, akkor kivágta. Az lehalkította az egész zenekart, lefogta, hogy fényértékeny villanylámpák vannak, hogyha hangosabban játszottak, akkor villany ég. Ezt egyszer nekem is megcsináltak a Project Romanival, játszottam a Jazz Garden-ben, és ott is Jazz Garden-ben, ilyen lámpa van. És mondtam a Borlainak, hogyha ha egy pillanatra elalszik a lámpa, azonnal kidoblak a szerepet. Ott dörömböltük rendesen. Úgyhogy, szóval a vendéglátónak ez volt a számomra nem túlságosan elviselhető, inkább elviselhetetlen része, és az a szabadság, amit akkor nyugat, a jazzel való kapcsolat és az együttjáték során az a szabad játék és az a szabadság, vagy az örökre bennem maradt. Ma már kevésbé van jelentőségem, mert az ember azt mondja, hogy elmegy Tunéziába a kávét inni, akkor csak pénzkérdés, hogy fül a repülőre, elmegy Tunéziába, és egy kávét hazaját. De akkor az, hogy te képviseltél valamit, amikor egy egész disziplina ment valamefele, és lehetett hosszú hajat hagyni, és lehetett magyar népdalokat játszani akkor, amikor mindenki más ezt a wine I buy the wine, akkor szövegeket énekelték. Táncra. Ma már a hősök vártak belőlük, ez engem nem izgat könyvben, de én ott voltam a születésnél, és én pontosan tudjuk. Pontosan emlékszem is, mert ez az ország,
és a vágyak és a kultúrája, a vágyak kultúrája ide vitte a dolgokat, és stadionok telnek meg dolgokra, amikre én soha nem hittem volna, hogy valaha majd eljön az igazság, akkor ezek a dolgok, nem, az igazság akkor is pont ugyanolyan volt, mint most. Vannak szórakozni vágyó érzelmek az emberben, és ezt a szórakozást nagyon sokan felvállalják, hogy úgy szolgálják, ahogy szolgálják. Aki pedig másképp óhajtja, az lassan, de biztosan elveszti ezt a közönségbázist, aki a másságra esetleg nyitva van. Hát a növendékeimnek nincs könnyű dolga az iskolába, de még mindig azt gondolom, hogy a felvételén is azt mérem meg, hogy kiben látok annyi erőt, aki túl tud menni azon, hogy megint ebből. Nem kell. Ez megint nem kell, amit csinálsz, pedig marha jó, amit csinálsz, nem kell. De, és az nagyon fontos tulajdonságnak kell, hogy legyen a felvételeknél. Elmesélem neked, hogy én hogy lettem elhivatott jazzzenész. Mikor elvégeztem a 83-ban végeztem a konzit, tehát nem tudom, emlékszel erre, de körülbelül akkor már úgy játszogattunk, de akkor elhívott engem az Ullmann Otto a Siófoki Maximba, hogy játszak egy nyarat velük, és hívott egy ceglédi trió Ceglédről, egy házaspárt, meg egy dobost, egy zongorista, egy basszusgitáros kislány, aki énekelt is, bár vagy ugyanazt énekelt, amit basszusgitározott, vagy ugyanazt próbálta basszusgitározni, amiket, de nem baj, és mindig veszekedtek. És én így csináltam egy nyarat a Siófoki Maximba, úgyhogy az Ullmann Otto nagynevű öreg rutinos róka volt a basszusgitáros, és ketten voltunk gyakorlatilag ilyen kvázi profi zenészek, és műsort kísértünk meg, nem tudom micsoda, és ez számomra olyan lélekölő volt, hogy én ott nap mint nap, és ilyen orosz csoportoknak játszottunk, tudod, jöttek ilyen kirgizek beöltözve Gucsmába, meg különböző orosz ilyen szovjet népcsoportok jöttek, úgyhogy én ott elhatároztam, hogy én ezt semmiképpen nem akarom az életembe csinálni. A hatodik haszakadémiai jazz, ha ilyen halok, akkor is jazzzenész leszek, úgyhogy ez nekem sokat segített a jazzzenészi mi voltomban. Úgyhogy nagy idők voltak. Játszunk valamit. Ha már ilyen nagy idők voltak. Ha már. Thank you.
tudunk együtt játszani. Ez jó. Tanulékonyak vagyunk? Nagyon. Nagyon. Mehetünk fel itt? Bárhova, sőt, turnéba. Mindennyian megyünk turnéba, majd jó nagy buszt kell bérelni. Sok közös pontunk van, különböző muzsikusok. Mondok neveket, Kőszegi Imre. Gól. Ezer éve játszol vele, te is, én is. Pege Aladár. Ugye? Mennyi Pege sztorink van? Rengeteg. Rengeteg Pege sztorink van, és ezek közül is talán azok terjedtek el közöttünk a legjobban, amik keserűek voltak vele. Igen. Pedig tudni kellene ma már visszanézve az 1960-as évek elején, hogy ő volt az első magyar jazzzenész, aki a saját jogán áttörte a falakat. Zeneileg is, meg amúgy is. Mindenféle szempontból. Mindenféle szempontból. Hihetetlen nehéz természetű pali. Tény. Gyerekkorom óta játszottam vele, és aztán 25 évig nem beszéltünk, mert olyanokat tudtunk egymás fejéhez vagdalni, aminek sem értem, ma már tudod, sem értem. De akkor nagyon igazunk volt neki is, nekem is, és aztán 25 év után újra játszottunk a Take 4 nevezetű zenekar barátom, Sütyi barátom, Aladár a közemről bevezett, Kőszegi Imre és a Pege Aladár. Ne haragudj, úgy hívtalak titeket, így utólag, bocsánat, olyan nehéz fiúk. Nehéz. Igen, mert... Is. Tudom. Egy produkciót vinni, az soha nem egyszerű dolog, az soha nem olyan, hogy ott üdögelni, hogy jó estét. Négy zenekarvezető, négy dudás. Négy dudás egy csárdában. Igen. És nagyon erős egyéniség mindenki. Hát ők nagyon, hát a Tomsics is, hát az erős egyéniségre csak annyit szeretnék mondani, hogy a Tomsics Rudinek gyomorrákja volt és megoperálták. És... Ideg. Tessék? Ideg. Igen, igen, ezt jól látja, abszolút. Akkor nekem is lehet, hogy van? Soha nem is lesz. Nem. Sok elég... mosoly van az arcán, hát Istennek, igen. És hát... Milyen jó. Milyen jól látja a Rudit, nem? Igen. Tényleg? Nyugdíjas tanár vagyok. Igen? Igen. És a Rudi olyan kemény pari volt, hogy a gyomorák után befáslítva, elmentünk esküvőre, amerikai fiatalok esküvőt játszani. Na most az nem egyszerű. Ő kitalálta, hogy nem viszünk zongoristát, hanem elviszük a Veszeli Erdőt, aki egy harmonikás és angolul tud énekelni. Majd az megcsinálja a hangulatot. Kőszegi, jó magam, az Aladár és ő. Hát a Veszeli megcsinálta a hangulatot, mert a harmadik szám után oda jöttek, hogy most már ne énekeljen magyarul tovább ez a pali. De befástézva. Szóval a műtét után néhány nappal bejött, és itt fújt a végre a dolgait, és keményen és temen, és azt mondta, nem szólt szó, hogy megyünk a kocsiba, és elindulunk a játszási hely fel, és nem szólt szó, hogy ülünk eddig másfél óra, azt mondja, széthúzza a smokingba voltam, széthúzza a smokingot, hatalmas kötés rajta, visszagombolja, azt mondja, minket nem lehet olyan nagyon hamar eltak. Fölállt, és végig trombitálta az egész estét. És mondta neki, hogy ne trombitálj, majd én játszom. Persze kiesett a Veszeli az angol énekléssel, úgyhogy nagyon nagy gáz volt, nagyon sokat kellett cipelni, de ők tényleg nagyon kemény pasik volt, de nagyon tudtak játszani, nagyon most már ott fönt. Lehet, hogy egy zenekarban vannak. Valószínű. Egyszerűen játszik, szóval mind a kettő. A jó Isten attól megmentett, hogy csak egyszer voltak harabban az alatt az idő alatt, amíg együtt játszottunk. Egy operabárt játszottunk végig, ahol a következő volt. A Pege megharagudott a Kőszegire, és összeveszett a Tomsicsal. Ebből az történt, na most ehhez képest halláskárosú volt. Tényleg, igen, az egyik fülére. Egyik fülére. Igen. Elkezdtük játszani, és hát ott... Játszunk ilyen soft jazz. Soft jazz kellett játszani, olyan jazz, ami ilyen szórakoztató jazz, ami nem baj,
Tehát az is jazz. És az Adi elfordult a közlegéttel, és elfordult a Tomsista. És egyenesen arra bőgőzött. És teljesen mindegy, hogy hol volt, ő osztana. Az Imre mérges volt, azt mondja, én másik tempót tudok, sokkal jobban, mint te, ez erre ment. Tomsista azt mondja, hogy micsoda, majd én. És álltam hármajuk között, és keresgéltem az akkordokat a gitáron, és olyan rémültem, mosolyogtam a különböző szemeket, hogy szevasztok, de jók vagytok, igen, de jó, hogy mindentok. Össze-vissza muzsikát, és 15 perc múlva kértem, hogy legyen egy szünet. Mert egyszer azt éreztem, hogy egy ólom nehezé került a hátam. Én ezt a hármat cipelni nem bírom többet. És akkor a Lajsz Andrásnak szóltam, hogy adjon a kőszegének valami, a Tomsinak valamit. A valami gyógyszer. És akkor az valami egészen furcsa színű italt kikevert. Ezek természetesen benyalták. Utána olyan csörömpölés, olyanba kezdtünk, felszabadultunk, de hogy a nehéz emberekre visszatérjek, ez az egyetlen olyan fél óra, amikor azt hittem, hogy egy teherautó, hiszen ezt visszakaláltam. Aladár olyan ember volt, hogy hát nekem is rengeteg sztorim van vele, mert sokat játszottam vele, de amikor már nem játszottam, akkor volt egy olyan zenekara, volt a Budapesten volt a Mária utcában, ha emlékszel, egy jazzklub. Nem játszottam, de tudom, hogy van. Egy ilyen aprócska, az egész színpad talán még ekkora se volt, mint ez a miénk most, és ott a Kőszegi dobolt a sarokba, és a Horányi Sanyi gitározott, a Pege, és volt egy Makó Laci nevű szakszofonos, akit a Kőszegi úgy hívott, hogy a rohadt szakszis, mert ilyen valási, vagy nem tudom milyen okokból nem használt semmilyen dezodort. És azt mondta neki az Imre, hogy te biztos, hogy rohadsz, mert ilyen nem szaga embernek, nem lehet ilyen szaga. És a Pege valamiért haragudott erre a szegény szakszis fiúra, aki így állt ezen a szélén, itt közte így a Horányi Sanyi, és elől állt az Ali a bőkővel, és tulajdonképpen a válla mögött volt a Sanyinak a gitár, tehát ennyire voltak egymástól, mert miután direkt módon nem beszélt a szakszissal, és hát szívni kellett a szakszofont, mert annyira halk, hát egy nagyon kis hely, és ez a Kőszeg is megpróbált magához képest tudod, nagyon halkan dobolni, és ott síri csendbe így ült a közönség, ugye, ha döbbenten egyébként, és az Ali bőrgözött, azt mondja, és ez a szakszofon szóló volt, és utána folyt egy kört, vagy nem tudom mennyit, és akkor mondja, azt mondja, Sanyikám, mondd meg a gyereknek, hogy hagyja abba. Sanyi odafordult, de ezek centikre, tehát nem is, tudod, nem volt köztük 30 centi. Sanyi így odafordult, ilyen kényszeredett, tehát ő is rosszul érezte magát, Laci, igen, hallottam. Kérdezd meg a gyerektől, hogy mikor akar beszállni a témával. Sanyi, igen, jövök már. Így zajlít. Kegyetlen, olyan hangulatot tudott az Aladár ilyen szempontból teremteni, annak, hogy zseniális ember volt. És amikor én hozzákerültem, akkor nagy lelkesem. Nem tudom, ezt a múltkor lehet, hogy már meséltem ezt a történetet, de tetszik. Tornóczky Feri nevű gitárosnak a garázsába próbáltunk, és én nagy lelkesen csillogó szemmel bementem, és nagyon nyájas volt az Aladár, és akkor ezt még nem tudtam, hogy akkor a legveszélyesebb. Szóval parancsoljál, te vagy a szakszofonos, akit ajánlottak. Mondom, igen, én vagyok, és tiszteletem, tiszteletem. Szóval te egyelsz ilyen nyugodt, Ali. Mondom, hát, Ali, nagyon kedves. Szóval mondd, te írsz számokat? Mondom, igen, írok. Szóval nagyon jó. Na, hát ha jobbak, mint amiket én írok, akkor el is játsszuk. De nem jobbak. És akkor én ott nekem rögtön leesett a tantusz, hogy ez az a zenekar, ahova én nem fog számot hozni. Az Aladárnak a történetek közül az utóbbi Beumi Dóri megvan. Nincs, várjál. Beumi Dóri a jazzmeg az énekesnője. Kiváló muzsikus egyébként. Fuvolista is egyben, főiskolázott fuvolista, nagyon jól énekel és mindent. És elvitte az Aladár játszani egy duó koncertre. Egy pici klubba, ahol már az érte vége felé járt.
be, és hát ugye, és akkor a ma este vendége, és hát az Istenem nem jutott eszébe a bármi Dórát, Dórdalmát. Vedette a bőgőt, aztán a kislány azt mondja, tessék magyarosítani a nevét. Azt mondja, de Ali bácsi, hát te nekem magyarul, mire mit tetszik mondani, mire magyarosítsak? Lakatosra. Lakatosi mi volt az akkorista vele, akkor szegényként, és akkor úgy akkor könnyen lenne bemutatni. Lakatosra, kész. Lakatosra. Egyébként ezzel a Mondd meg a gyereknek című visszacsengett a fülembe, megszólalt a hang. Ablakos Lakatos Dezső az a magyar jazz szaxofonozás. Minden idők egyik nagyobb. Minden idők egyik szaxofonosa volt. A zenészek zenésze, nem sokan ismerték, hogy csak maguk a muzsikum. Sokat volt Amerikában. Sokat élt Amerikában. Egy olyan ember, akire soha senki rosszat nem mondott, és ő sem mondott soha senkire rosszat. Nem. Fantasztikus zenész. A Gonda Jánossal az kezdődött a története, hogy roma származás. A Gonda egy borzasztó kimért professzor. Eszer, és professzor, és az ablakos megjött a Gonda Jánossal. Jancsikám, mit főztetek ma? Úgy kérdezt vele beszélgetni. Úgyhogy az ablakos ezzel a között. Elindultunk, a Tomsics nem jött el Szerbiába játszani, mert tartott a háborút a 92-ben. Ja, igen. 94-ben. És a Take for Buck-ba az ablakost vitt, mert Szakcsi volt az előzenekar. És egy busszal mentünk, és én hülye beültem az ablakos és a Pege közé. Az ablakosnak a bal füle volt rossz, a Pegének a jó. Elindultunk Szerbiába. Megy a társadalmási élet, stb. Zali megszól, megből. Mit mond? Mondom, azt mondtam, hogy ez... Nem mondom, hogy én Dezső megből. Mit mondtál, cigány gyere? És ez... 400 kg belgő. Kiszálltam a kocsiból, és támogatom. Kékzöld volt. Kékzöld volt, mind a két korom. És utána mind a kettő, ugye, aki annyira kiszerítettek, hogy nem egészen elaludtam álva a hotel aljába. Arra ébredtem fel, hogy a Szakcsi összeveszett a Pegével a pörköltön. Ki veszi el a pörköltet, ki nem. De ezek a történetek, szóval ezek a kulisszám mögötti történetek ugye nem látszanak akkor, amikor feldördül a függő. Feldördül a függő, és ezek a fantasztikus muzsikusok játszanak, de ez nem csak a magyarokra érvényes, hanem érvényes az amerikaiakra, és sok amerikai muzsikussal volt szerencsénk együtt dolgozni. Azok ugyanígy ilyen történeteket állandóan mesélik a történeteket, de például Frank Zappa, amikor itt volt Magyarországon, akkor én játszottam vele a tavánba, és a délutáni próbára borzasztó nagy elánnal így vártuk mindenki, halál idegesen, most pillanat, nem adott egy darab kottácsa, ez most szétszór valami kottát, itt most olyan balé lesz, ez nem fogunk már tudni játszani, Istenem, miért vállaltad el, de csak majd a Frank Zappa. Megérkezik a Frank Zappa egy hatalmas, ugye ez a limuzin, stretch limóba, kiszállnak, kipattanak a testőrök, láthatólag jön föl, és láthatólag zavarja az egész, és fölér a színpadra, a ródok kipakolják neki a gitárt, és hát vártuk az első mondatot, hogy mostan teljesen, te azt meg tudjuk egyszerűen, megszól a Frank Zappa. Adjatok egy cigarettát. Eljöttünk katonak egy malparot, rájött, jó, akkor gyerünk. És elkezdtünk játszani, mint egész életünkben együtt játszottunk volna. Természetesen nem azt játszottál este, amit bepróbáltunk. Nem, de őtőleg rájöttünk, hogy őnek csak egy teszt volt az, hogy lehet-e dobálózni. Persze. Lehet-e ezt a fajta hangulatzenét. Kérdés, és akkor ő arra, amit ő asszociált a szovjet hadsereg kivonulására, azt elkezdte gitározni, és megjátszottunk mellette. Tehát őnála is mondom, nagy sztorit vártuk, és azt mondta, hogy egy cigarettát. Tehát ez volt a legnagyobb történet, amit vele el lehetett élni, úgyhogy
Most nem mondjál egy olyan sztorit, mert ez nem nagyon működik. De ugyanez a koncert előtt volt, azt hiszem, ugye sok zenekar vagy több zenekar volt, és a Mini is volt. Azt hiszem ezen a koncerten, vagy egy másik, talán ilyen másik tavánbeli koncerten, és ugye minden zenekar órákig hangbeáll, és a dobokat próbálgatják, meg nem tudom én, és ugye nagy körítés, meg a gitár sok, meg ezért kevés, meg nem tudom. És a Mini zenekar egyedül Török Ádám képviselte, aki oda ment, hiszem, melyik ez? Adjál rá mélyed! Köszönöm! És ennyi volt a Mininek a hangbeállása. Az egész zenekar nem jutott. Így is működött. Hogyha valami, egyébként ez így a zenélésben is így van, hogyha ha az emberek leülnek és az első pillanatok kezdve valami működik köztük, akkor tulajdonképpen még az is majdnem mindegy, hogy egyébként mennyire vannak jóban. Ha tudnak együtt zenélni, akkor működik a dolog. Ha nagyon rosszban vannak azért, az azért rányomja a bélyegét a zenélésre. De nem kell, hogy föltétlen, nem tudom én, vérszerződés legyen köztük. Hát a zenének van egy ilyen hullámhossza, ami akkor is működik, hogyha a Modern Jazz Quartet volt, hogy nem beszéltek egymással évekig. De valamit mégis tudtak együtt csinálni. Játszunk valamit? Már nagyon fontosabb. Nem. Én tulajdonképpen várnék egy melódia darabot, amit aztán mi eljátszunk. Mint utolsó. Valaki énekelje valamit nekünk. Na tessék, ki az, aki bedob nekünk egy ilyen téma. Tessék, interaktív. Tessék? Igen. Énekelj, dallam töredék. Dallam. Dallam, dallam. Valaki dúdoljon egy melódiát. Valaki dúdoljon egy melódiát. Csak egyet kérnek most. Nem mondani, dúdolni. Tavasz iszi a vizet át. Nem. Thank you.
Köszönöm szépen!